Ebből a videóból nem csak azt tudhatod meg, hogy melyik volt Magyarország legnépszerűbb motorja 2020-ban, a legnagyobb darabszámú motor, hanem azt is, hogy ki nyerte az értékesítési versenyt, ki adta el a legtöbb darabszámot, ki bukta a legnagyobbat, ki adott el kevesebb motort 2020-ban, mint 2019-ben, valamint megtudhatod azt is, hogy melyik kategória az, ami Magyarországon a legnépszerűbb. A 2010-es válságot követő hosszú, stagnáló évek után az elmúlt pár évben elkezdtek emelkedni Magyarországon a motoreladási adatok. Ezekben az adatokban, amikor azt mondom, hogy motoreladás, beleértetik a nagyrendszámos robogó is, tehát már a 125 köpcet is robogók is bent vannak, amelyek Magyarországon kerültek forgalomba, helyezésre. Ezek az adatok, amiket én elmondok, nem 100%-os pontos adatok, mert vannak olyan márkák, illetve vannak olyan vásárlók, akik nem Magyarországon helyeztetnek forgalomba motort, Romániában, Szlovákiában, illetve külföldről is jöhetnek ide vásárlók. Ezek az adatok a Magyarországon forgalomba helyezett motorok számát mutatják meg. 2018-ról 2019-re történt a legnagyobb fejlődés az elmúlt 10 évben, ugyanis 2018-ban 3022 darab motor talált gazdára, 2019-ben pedig 4078, tehát több mint 1000 darabban több új motort adtak el 2019-ben, mint 2018-ban. Aztán érezhető, hogy a nyilván mindenki által ismert hatások miatt belassult a 2020-as motoreladás. A 4078-as 2019-es adat az 4292 darabra nőtt, tehát kicsivel többet, mint 200 darab adtak el többet 2020-ban, mint 2019-ben. Magyarországon 40-50 féle motormárkát forgalmaznak, én ebből kiválogattam azt a 14 ismert márkát, ami általában népszerű Magyarországon, vagy általánosságban ismerik az emberek. A 40-50 motor közül a 27. helyen végzett a darabszám értékesítésben 2020-ban az Aprilia. Hát szinte nem is létezik a márka, 2019-ben még 12 darabot adtak el, 2020-ban meg már csak 7 darabot. 25. a Moto Guzzi, 15 darabot adtak el 2019-ben, és 2020-ban pedig 8-at. Tehát ez a márka Magyarországon gyakorlatilag semmilyen fajsúlya nincs. Ugyanúgy, ahogy az MV Agustának sincs, a Magyarországon forgalomba helyezett motorok száma 19-ben is 13 darab volt, 2020-ban is 13 darab, nem buktak, nem is fejlődtek semmit. Aki először fejlődött a márkák közül, az a Triumph, 2019-ben 64 darabot adtak el, 2020-ban pedig már 80 darabot, 16 darabbal többet. A Harley is bukott 20 darabot, 2019-ben 109 darab ment el, 2020-ban már csak 89, a Ducati is csökkent 12 darabbal, 105 darab helyett 2020-ban már csak 93 darab talált gazdára, illetve került helyezésre, forgalma helyezésre Magyarországon. A Vespa is bukott, ő bukta itt a kisebb, kevesebb számban eladott márkák közül a legtöbbet, 59 darabbal kevesebbet adtak el 2020-ban, 129 darabot, ez 2019-ben még 188 darab volt. Aki fejlődött, az a Kiway, 116-ot adtak el 2019-ben, és 144-et pedig 2020-ban. Aki sokat fejlődött, az a Kawasaki, 182-ről 239-re nőtte 2020-ra, és aki nagyon nagy volt a piacon, a legnagyobb darabszámú fejlődést érte el, és ezzel ötödik a listában, az a KTM, 161 darabot adtak el belőle 2019-ben, és 373-at pedig 2020-ban. Amelyik márka az elmúlt években a legnagyobbat bukta, az a Suzuki. 2018-ban még a második helyen voltak az értékesítési darabszámok alapján, 2019-ben visszacsúsztak a harmadik helyre, 2020-ban pedig lecsúsztak a dobogóról, most már csak a negyedikek. Majdnem 100 darabbal kevesebbet adtak el 2020-ra, mint 2019-ben, 575 darabról csökkentek 479 darabra. Aki nagyon-nagyon sokat fejlődött, és a KTM után a második legnagyobb darabszámú fejlődést könyvelheti el, és ezáltal a magyarországi eladások darabszámát tekintve a harmadik helyen van, az a BMW. 534 darab motort adtak el 2019-ben, 2020-ban pedig már 634-et. A 2019-es értékesítési darabszám második helyét megtartotta a Yamaha, 91 darabot fejlődtek, tehát nagyon sokat, 585 darab helyett 676 darab rendszámos Yamaha került forgalomba Magyarországon. Igaz, hogy megtartotta az első helyét a Honda, de ők bukták darabszámban a legnagyobbat. 2019-ben 1099 darabot helyeztek forgalomba Hondából Magyarországon, 2020-ban pedig már csak 955-öt. Az, hogy valójában melyik Magyarország legsikeresebb motor márkája, az megmutatja azt, hogy ki mennyi bevételt produkált. Mert nem mindegy, hogy miből adnak el hány darabot. Tehát robogóból is el lehet adni 2 milliós robogóból egy csomót, meg el lehet adni 8-10 milliós motorból is egy csomót, és ugye kicsit megváltoztathatja igazából a sorrendet, hogy melyik márka mennyi bevételt könyvelt el. A magyarországi összeladás ezekből a márkákból 12,4 milliárd forint volt, tehát 12,4 milliárd forintot költöttek el az új motorvásárlók ezeknél a márkáknál.
12. helyen végzett ebben a sorrendben az Aprilia 14,2 millió forinttal, 11. a Moto Guzzi 29 millió forinttal. Az MV Agusta 132 millió forintot kasszázott, a Triumph lett a 9. 375 millió forinttal, a Harley Davidson megközelíti a fél milliárd forintot, 478 millió forintot, a Ducati az, aki először túllépte a fél milliárdot, 542 millió forintnyi Ducatit adtak el, illetve helyeztek forgalomba Magyarországon, a Kawasaki 725 millió forintot, a KTM 892 millió forintot, a Suzuki az első a listában, aki 1 milliárd forintnál többet is szedett be a motorokból, 1 milliárd 249 millió forintnyi Suzuki kelt el. A harmadik helyen áll a Yamaha 1,777 milliárd forintos bevétellel, és most jön az érdekesség, hogy a Honda hiába adta el a legnagyobb darabszámban a motorjait. Valószínűleg nagyon sok volt a kisebb értékű motor darabszám, ugyanis a második helyen vannak 2 milliárd 380 millió forinttal. Az első pedig a BMW 3,1 milliárd forinttal, tehát 3 milliárd 100 millió forinttal. Tehát ebből is látszik, hogy a BMW a harmadik helyen van a darabszámban, de első helyen magasan a legnagyobb zsét csevelte be. Ezek az adatok eddig tartalmazták az összes rendszámos motort. Én ezt a táblázatot szétbontottam, kidobtam belőle az 500 köbcenti alatti motorokat, illetve a robogókat, hogy a valós, váltós nagy motorokból vajon hogy is áll a piac. Az összdarabszám ugye robogókkal és mindennel együtt 4292, viszont 500 köbcenti feletti motorból igazából csak 2200 darab talált gazdára Magyarországon 2020-ban, tehát nagyjából az összeladásnak szinte a fele a nagy motor, az összes többi az 500 köbcenti alatti váltós motor vagy robogó. Az Aprilia 10 darab helyett 2 darabot, a Moto Guzzi, amit már mondtam, 15 darab helyett 8 darabot adtak el 2020-ban, az Indian 5 darabbal kevesebbet adott el, 15 darab helyett 10-et adott el 2020-ban, az MV Agusta 13-13 darabból lesz 2019-ről 2020-ra, a Triumph 64 darabból 80-ra növelte az eladását, a Harley, aki még bukott, 109 helyett 89 darabot adtak el, 20 darabbal kevesebbet 2020-ra, mint 2019-ben, a Ducati a nagy motorokból ugye, Ducati 105 darab helyett 93 darabot, 12 darabbal kevesebbet. A KTM, a nagy motor 500 köbcenti fölötti motorokról beszélünk, itt már nem olyan nagy a fejlődésük, ugye 200 valahány darabbal fejlődött a KTM, de az 500 köbcenti fölötti motorokból csak 57 darabbal, csak, hát ez is egy jó eredmény, ahhoz képest akik buktak, 57 darabbal többet adtak el 2020-ra, 78-ról 135-re nőtek, a Kawasaki 146-ról 188 darabra 2020-ra, a Honda 363 nagymotor helyett 2019-ről 302 darabra csökkent 2020-ra. A Yamaha 59 darabbal adott el többet, 273-ról 332-re nőtek. A Suzuki 46 darabot bukott a nagymotorokból, 391 darab helyett 345 darab talált gazdára 2020-ban. És a BMW az, aki a legnagyobbot fejlődött igazából nagymotor darabszámban, 118 darabba több nagymotort adtak el, 408 darabról 526 darabra nőtek. Nézzük, hogy azoknál a márkáknál, ahol 10 darabnál több 500 köbcenti fölötti motort adtak el, márkánként melyek voltak a legnépszerűbb modellek, és a lista végén pedig kiderül, hogy melyik Magyarország legnagyobb darabszámon eladott legnépszerűbb motorja. Azokat a motormodelleket gyűjtöttem össze, amelyekből 10 darabnál többet adtak el, és 500 köbcenti felettiek. A Harley Davidsonnál 11 darabbal a Harley Davidson Iron 883-as modell volt a legnépszerűbb 2020-ban. A Husqvarnánál 16 darabbal a legnépszerűbb modelljük a Whitpillen 701-es, és szintén 16 darabbal a Ducatinál a Scrambler 803-as a legnagyobb darabszámban Magyarországon forgalomba helyezett Ducati. A Triumphnál 21 darab kelt el a Street Triple 765-ből, ezen egyáltalán nem csodálkozom, tehát szerintem az egyik legjobb modelljük. A Kawasakinál 33 darab ment el az EN650D-ből. Yamahánál nem nagy motor, hanem robogó a legnépszerűbb, 106 darab ment el az X-Max 300-asból. A KTM legnépszerűbbje a Duke 390, abból fogyott el a legtöbb, 111 darab. A Hondánál a PCX 125-ösből fogyott el 129 darab, ők ennél bukták a legtöbbet, 2019-ben 200 darab fölött adtak el belőle, most 129-et. A Suzuki-nál nem meglepően a DL650, tehát a kicsi V-Strom a legnépszerűbb, ebből 163 darab került forgalomba helyezésre Magyarországon, és jöjjön Magyarország legnépszerűbb motorja, a legnagyobb darabszámban eladott motor, 241 darab fogyott el, és ezzel majdnem 40 darabbal megnövelték a 2019-es
ugyanilyen modell eladásukat. A BMW R1250 GS Magyarország legnépszerűbb motormodellje, amiből a legtöbbet vették újban. Szétmondottam a táblázatot kategóriákra is, ugye mindenkinek van egy kis szívecsücske sportmotor, vagy chopper, vagy nagy robogó, vagy ilyesmi. 11. legnépszerűbb, tehát a sor végén kullognak a sportmotorok. Azért ez nagyon durva. Valamikor a 2000-es évek közepén, 2005-2007 környékén Magyarország volt Európában az egyetlen olyan ország, ahol az eladási listát kategóriában a sportmotorok vezették. Mindenhol máshol nagyjából normális volt a helyzet, ahol a túra jellegű, naked jellegű motorok voltak a legnépszerűbbek. Magyarország megőrült azokban az években. Valószínűleg olcsók voltak a motorok, jók voltak a hitelek, és vitték a sportmotorokat, mint a cukrot. A népszerű márkák között a sportmotoroknál a 6. lett a Kawasaki, az ZX-10R, 2 darab ment el 2020-ban, ami Magyarországon forgalomba lett helyezve. 5. a Yamaha az R1-jel 4 darabbal, a 4. a Honda CBR 1000, 3 típusból, az R-ából, az SP-ből, meg az ST-ből adtak el összesen 7 darabot. 3. a sportmotorokban a Ducati Panigale 1103-as 9 darabbal, nem egy olcsó motor. A 2. a BMW S1000 RR 12 darabbal, szintén nem egy olcsó motor, és látszik az, hogy olcsó a Suzuki GSX-R, az a legolcsóbb per pillanat ebben a kategóriában. Elsők lettek a sportmotoroknál 18 darabbal, tehát 18 darab új Gixxer 1000 van magyar rendszámmal az utakon. Nem listáztam, nem mentem bele az enyhe sport és offroad motorokba, mert az offroad motorok darabszáma az nem volt annyira egyértelmű a táblázatban. Viszont 7.-8. helyen van a kategória listában a túra, sportúra motorok. A 3. helyen, itt már nem mentem végig a 6 márkán, csak mindenhol az első 3 helyzetet listáztam ki. A túra és sportúra kategóriánál a 3. helyen a BMW áll az R1250 RT-vel, ebből 28 darabot adtak el. 2. helyen szintén a BMW a túra sportúra kategóriában, az S1000 XR-ből az újból 61 darab fogyott el, és a legnépszerűbb sportúra, illetve túra kategória a Yamaha MT-09 Tracer 68 darabbal. 6. helyen a Custom Cruiser kategória van, ugye magyarul a chopperek. 3. a Harley, az Iron 883-mal 11 darab fogyott el belőle. A Kawasaki Vulcan 650-ből 33 darab fogyott, ezzel a 2. ebben a kategóriában. A Honda Rebel 500, az pedig 52 darab, tehát 52 darab ízlés ficamos honfitársunk van, akinek tetszik ez a pupos tankos MZ-re emlékeztető motor. De hát ízlések és pofonok. A 4.-5. helyen különböző kategóriában 125-ös robogók vannak, én ezt kihagytam. Ami érdekes lehet még, a kategóriák népszerűségének a listájában 3. helyen van Magyarországon a nagy robogók, és ebből a 3. legtöbb darabszámban értékesített a Vespa 280 GTS, a 2. a Honda NSS 300, ebből 95 darab fogyott, a Vespából 72, és a legnépszerűbb nagy robogó Magyarországon ez a Yamaha X-Max 300, 106 darab fogyott el belőle. A naked kategóriában ez a 2. legnépszerűbb kategória Magyarországon, a Honda CB500 FA-ból fogyott 69 darab, az MT-07-ből 92 darab, és a KTM Duke 390-ből pedig a 111 darab. A naked kategóriában a KTM Duke 390 a legnépszerűbb Magyarországon. Valószínűleg az ára is egyébként olyan lehet, amiért ezt így visszegetik. És a legnépszerűbb kategória ma Magyarországon a Tour Enduro kategória, engem ez egyáltalán nem lep meg, ezek a legszélsőségesebb körülmények között felhasználható motorok. 3. a Tour Enduro kategóriában Magyarországon a Honda Africa Twin, ebből 79 darab fogyott el, kétféle típus van, a D és az A, egyikből a D-ből 60, az A modellből 19 darab fogyott, összesen 79. A 2. legnépszerűbb magyarországi Tour Enduro az a kis V-Strom, a Suzuki DL650, 163 darab fogyott el, és hát tudjátok, mi volt a legnépszerűbb magyarországi motor, a BMW R1002 GS 241 darabbal, tehát a Tour Enduro kategória az lesöpörte a nékidet, a nagyrobogot, a customot, a touringot, illetve a sportmotor kategóriát is. Azt tudnotok kell, hogy a jelenlegi káoszos helyzet az elég keményen beleszól nem csak Magyarországon, hanem a világ minden pontján a motoreladásokba, tehát azoknál a márkák,
márkáknál, ahol különböző modelleknek nagyobb darabszámú esése volt, az elképzelhető, hogy azért van, mert leálltak a gyárak, és nincs elég darabszám, tehát a magyar kereskedőknél is vannak ilyen problémák, hogy nem minden motormodellből van annyi, amennyit el lehetne adni, de hát igazából ez van, tehát ettől függetlenül még kialakul egy sorrend. Úgyhogy például Magyarországon így néztek ki az eladások 2020-ban. Az elmúlt hónapokban rengeteg üzenetet kaptam tőletek a Facebookon, ahol azt kéritek tőlem, hogy milyen márkának, milyen új modelljének a teszt videóját készítsem el. Létrehoztam egy szavazást, hogyha ide mentek a videó melletti szöveges ablakba, akkor klikkeljetek rá arra a linkre, és szavazzatok, hogy melyik márkának a modelljeit néznétek meg szívesen a Dodósó Facebook oldalon. Köszönöm.